Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Pozitív következő adását látják. Mai adásunkban vendégségben járunk az Eldorado együttesnél. A két fiatalt, Illés Attilát, illetve Szekér Alexandrát a tavalyi fürdőszületésnapon ismertem meg. Szeretném bemutatni őket önöknek. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Szeretnénk hallani néhány dolgot rólatok. Mi az, amivel most jelenleg foglalkoztok? Hát most dolgozunk mind a ketten az egészségügyben. Szandra szakápolóként, én beteghordóként. Hát ez a főállásunk. És most beszélgessünk egy kicsit a mellékállásotokról, az Eldorado együttesről. Szandra, úgy tudom, hogy te már nagyon régóta zenélsz, nagyon régóta foglalkozol a zenével. Igen. Hát én most már általános iskola, iskolás korom óta zenélek. Második osztályos koromban nekiálltam hegedülni. Pár évig hegedültem, majd hatodik osztályos koromban magánének szakot is fölvettem. Majd tovább folytattam ezt a Nyugat-Magyarország Egyetem Szavára Egyetemi Központba, az énekzene tanszékem. És utána ugye az egészségügyi iskolát is elvégeztem. Melyiket szereted jobban? Most ez fura kérdés, de melyiket szereted? Mind a kettőt szeretem csinálni, de persze a zene az közelebb áll hozzám. De a betegekkel is nagyon szeretek foglalkozni. Attila, és neked hogy jött ez, hogy elkezdtél a zenével foglalkozni? Hát nekem édesapám volt zenész. Nagyon sokáig basszusgitározott is, dobolt is. Rágta mindig a fülemet, hogy kezdjem el. Szerettem is volna, de hát nem, majd legközelebb, majd jövőre, majd ilyenkor. Aztán 7.-8. osztályos koromban eljutottam arra, hogy akkor veszek egy gitárt. Elkezdtem otthon gyakorolgatni. Persze ugye azért kellett egy kis segítség, elmentem egy ismerőst, felkerestem. Ő kezdett engem tanítgatni, az alapokat megmutogatta. Aztán hát igazából javarészt magamtól onnantól folytattam az egészet, és hát magam gitározgattam, majd bejött a billentyűzés is. Ott is egy kis segítségre szorultam alapokba, aztán hát magamtól, leginkább magamtól tanultam meg. Szandra, és hogy jött az ötlet, hogy ti ketten együtt zenéltek? Mert ti már egy ideje azért tudjuk, egy pár vagytok, és hogy jött az ötlet, hogy az egy pár zenéljen? Hát ugye mindegyikünk már régóta zenélt, és ezt nem szerettük volna abba hagyni, úgyhogy megbeszéltük, hogy ezt folytatni szeretnénk tovább. Úgyhogy gondoltuk, belevágunk, vettünk pár cuccot, hangfalakat, fényeket, és így nekiálltunk aztán újra zenélni. Úgyhogy hát így hát rövid történet, ennyi volt. Mikor kezdtétek el? 2013. szeptemberében, most már másfél éve. Szandra, honnét jött az Eldorado név? Hát ez közös erővel, szüleimmel. Hát igazából az Eldorado név ugye az elveszett kincset jelenti. Ugye mi egy időben abba hagytuk a zenélést, úgyhogy bízunk abba, hogy ezt az elveszett kincset most már föl is fedezik. Sőt, ennek már van egy előjele, hiszen nem sokkal ezelőtt elkészült az első videóklippetek, amiből most egy kis részletet szeretnénk majd mutatni a kedves nézőknek, és akkor utána beszélgetünk róla. Repülök az álmommal tovább, minden őrült éjszakán, csak keresem a szívet szüntelen. Na gyere, találj rám egy forró éjszakán. Repülök az álmommal tovább, minden őrült éjszakán, csak te vagy, aki felgyújtja a szívem. Na gyere, érezzem örökké végtelen. Végtelen érzem a szíved, baby. Szerelmüket kérlek, ne hagyd elveszni. Az éjszakát járom nélküled, egyedül érzem, elveszek. Boldogságos pillanat, mikor látom őre az arcodat. Meséljetek egy kicsit, milyen élményekkel gazdagodtatok egy klipforgatás. Hát élményes sok volt, igaz? Hát, az nagyon jó volt. Nehéz is volt egyben, hideg volt. Meg hát ugye sok munkával is járt. Délelőtt 11-től este 9-ig forgattunk, úgyhogy sok munkával járt, de jó volt, megérte. Ez a klip, ez Budapesten készült, ha jól láttam.
Már pedig jól láttam. Hát nagy része Budapesten, igen. És Budapest de mellett. Budapest mellett Halászteleken egy étterembe forgattunk még egy-két részletet. Az irodai részt is, meg az éttermi részt is ők biztosították nekünk. Mi volt a klip története? Mert itt azért egy ilyen komplett felépített, igen, romantikus történetet láthattunk. Hát forgatókönyv nagyjából annyiból állt, hogy még nem ismerjük egymást az elején. És hát mindenki megy a saját dolgára, vásárolni megy, dolgozni megyek. Aztán közben közül, ahogy mindig találkozunk az utcán, ezen részén, azon részén, a munkahelyen esetleg, véletlenül oda keveredik. Aztán a legvégére lassul ki belőle, hogy végül is egymásra találunk. Nagyjából ez a sztorinak a lényege, hogy összejöttünk. Kik voltak, akik segítettek nektek? A zeneszerzés, dalszövegíró Jolie, Tarcsi Zoltán volt, a videoklip felelős és rendező pedig Szászán Attila és Kristóf Katalin. Hogy kerültetek ti kapcsolatba Jolie-val? Ugye őt nagyon sok fiatal kedveli, illetve az ő zenéjét. Hogy kerültetek ti kapcsolatba? Hát az interneten keresztül, a Facebookon leveleztünk egymással, küldtünk neki hanganyagot, és hát ugye tetszett az, amit csinálunk, az ének, minden, és írt egy dalt nekünk. És lesz még folytatás? Igen, 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 mindenképpen. Hát terve van az, hogy új dalok készülnek, remélhetőleg még az idén egy pár napvilágot lát, meg szeretnénk még egy videoklipet a nyár folyamán forgatni, hogyha minden jól jön össze, akkor talán sikerül is. És tudhatunk már erről valamit, vagy még ez egyelőre ilyen legyen homály, és ismerjék meg az első? Hát először az lenne a legjobb, hogyha az elsőt megismernék, de készülőben van egy új dalunk. Ennyit elmondhatok, többet még egyelőre nem. Majd szépen sorjában minden. További terveitek? Hát tovább szeretnénk zenélni, mindenképpen folytatni szeretnénk, meg hát ugye az egészségügyben is még szeretnénk maradni, mindenféleképpen. Hát ugye az a főállás, ez csak mellék, de mindegyiket folytatni szeretnénk. Egy egész éjszakás bált ezzel úgy lejátszani, hogy csak egy feleorientálódunk, azért elég nehéz. Meg hát ugye nagyon sok ember van, mindenki más szeret, mindenkinek mások a kívánságai. Egyelőre még maradunk így, hát aztán tovább jobban. Maradunk azon a szinten talán majd, ami a videoklip. Megpróbálunk azzal haladni tovább. Tehát mi a kedvenc stílusotok? Tehát mi az, amit szívesen énekelsz például? Hát ez az új saját dal, ugye az elektrodiszkó. Hát ez szívesen inkább ezt éneklem. És te, Attila? Hát ez a klubos vonal. Ez egész jó. Ez. Persze szeretjük a többit is, mulatósat is, de a legközelebb ez áll hozzánk. És komoly rajongó táborotok van, ha jól hallottam. Hát de... igen, van, hála Isten. Alakul. Mondhatjuk, igen, hogy alakul. Követnek már minket nagyon sok fele, amerre megyünk, azért jönnek utánunk, hála Istennek. Kinek a munkáját dicséri a plakátok, illetve a marketing része? Marketing, kinek a feladata? Marketing felelős az leginkább én vagyok, de mindig kikérem a véleményeket. Hát azért egyedül nem dönthetek, hiszen ketten csináljuk ezt az egészet. Plakátokat én tervezem, hát megpróbálok mindig újítani, egy kicsit fejleszteni a dolgokat. Hát ez néha sikerül, néha nem. Néha napokig tart egy egyszerű plakát megszerkesztése, nem mindig van iklet. De csinálgatjuk. A hirdetéseket is általában én szoktam készíteni, posztokat is, ilyesmiket, de hát mindent együtt döntünk. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és én kívánom nektek, hogy minél több sikeres fellépésetek legyen, és minél tovább vihessétek ezt a zenei irányzatot, illetve amit elkezdtetek, minél többen ismerjenek meg benneteket, és teljesüljenek az álmaitok. Köszönjük szépen. Minden jót. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük. És köszönjük. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket. Remélem, ma is tetszett műsorunk. Ne feledjék, mosolyogjanak sokat, mert a mosoly kincset ér annak is, aki adja, és annak is, aki kapja. Fedezzék fel a körülöttünk lévő világ részletekben rejlő szépségeit. Pozitív hetet mindannyiuknak!